amit ebben a videóban szeretnék csinálni, az nem más, mint egy jó adag gyakorlat, egy csomó példa, hogy igazán begyakoroljuk azt az összeadás dolgot, és bemelegítsünk az egyéni gyakorlatokra. És amit még ezen kívül szeretnék megmutatni, az az, hogy lásd, hogy minden eszközünk megvan ahhoz, hogy bármilyen összeadással megbirkózzunk. Szóval bármilyennel. Na, kezdjük akkor a bemelegítést néhány egy számjegyű összeadással. Mindig ezek azok, amik az embernek a fejfájást okozzák. Nézzük egy-két egyszerűvel. 2 meg 4. Na, mi ezt tudjuk, hogy mennyi. Azt hiszem, hogy ehhez nem kell lerajzolni a számegyenest, de ha akarod, akkor lerajzolhatod. Csak hogy emlékezz rá. 2 meg 4 az 6. Nem rossz. Annyi 9 meg 3. Ezt a múltkori videóban már láttuk, ugye 9 meg 1 az 10, meg 1 az 11, meg még 1 az 12. És tulajdonképpen nem egy rossz ötlet, hogyha leírjuk ezeket magunknak, csak hogy lássuk, mi történik, de még fontosabb, hogyha ezeket gyorsan fejből tudjuk. Tulajdonképpen az egy számjegyű összeadásokat tudjuk fejből. Nézzük egy-két nehezebbet. 6, meg 7. Erre például én mindig nehezen emlékeztem. De a 6 meg 7 az mindig 13. Nyugodtan lerajzolhatod a számegyenest, vagy a citromokat és a lime-okat, hogyha nem hiszel nekem, de a 6 meg 7 az 13. 8 meg 6 az 14. Az ugye ugyanannyi, mint hogyha 7-et és 7-et adunk össze. Ez szintén 14 lesz. És ha belegondolsz, az igazán egyszerű, mert egyet elvettünk a 8-ból, és a 6-hoz meg egyet hozzáadtunk. Úgyhogy ezért kaptuk ugyanazt az eredményt. Nos, hogyha ezzel megzavartlak, akkor ezt nyugodtan felejtsd el. Nézzünk egy-két hasonlót. 8 meg 8, az ugye 16. Remélem, ezeket azért majd villámgyorsan fogod tudni fejből is a nem túl távoli jövőben. 5 meg 6, az ugye 11-es. Hadd csináljuk még egy-kettőt gyorsan. Mondjuk 7 és 9, az egyenlő 16-tal. Nyugodtan rajzold le. 8 meg 8, az szintén 16. És 9 meg 9, az 18. 9 meg 8, az 17. Ez csak egy bemelegítés volt. Nem akartam az összeset megcsinálni mindenféle változatban, de azok, amik az emberek általában nehezebben emlékeznek, azok vannak itt fönt. Na most nézzünk egy-két nehezebb példát. Nézzünk egy-két két számjegyű összeadást. Mondjuk legyen 22 meg 3. 22 meg 3. Na, nézzük az egyesek helyét. 2 meg 3 az 5. Nem kell semmit átvinnünk. És itt a tízesek helyén egy kettes ül. Úgyhogy fogjuk ezt a kettest, ott magányosan. Igazán ez két 10 forintosnak felel meg, és ezt leírjuk ide. 2 10 forintos és 5 1 forintos, ez 25 forint. Sok embernek a pénz segítségével sikerül könnyebben megérteni bizonyos dolgokat, vagy ez lehet, hogy csak jobban motiválja őket a megértésre. Na, csináljunk még egyet. Mennyi? 38, meg meg legyen mondjuk 17. 38 meg 17. Nos, nézzük az egyeseket. Nézzük, 8 meg 7. Nos, ezt még nem csináltuk meg, úgyhogy ide felírom. 8 meg 7. Ez ugye 15-tel lesz egyenlő, mert az egyel több lesz, mint a 8 meg a 6. Tehát a 8 meg 6 az 14, akkor ez viszont 15 lesz. Ebben a problémában először írjuk le az 5-öst. Azt oda más színnel fogom akkor most leírni. Itt odaírjuk az 5-öst. És ugye átvisszük az 1-est, ide felírjuk. Mert ugye ez már egy 10-esnek felel meg. Ez egy helyi értékkel arrébb van, ez ugye egy 10-est jelent.
Tehát ez bekarikázom, mert ez egy tízes jelent. Ezt ide átírjuk. És most van egy, meg három, ami négy, meg egy az öt. Úgyhogy összesen 55. Egy, meg három, meg egy az öt. Tehát a 38, meg 17 az egyenlő 55-tel. Na, csináljunk még egy pár problémát, csak hogy lássad, hogy minden eszközünk megvan ahhoz, hogy bármekkora problémával megküzdjünk. Bármekkorával. Legyünk mondjuk 47-et, váltsunk egy kis szint. Vagy így érdekesebb lesz. 47 és 9. 47-hez adunk 9-et. Nézzük csak az egyeseket. 7, meg 9. Ezt tudjuk már, hogy mennyi, hiszen itt felírtuk fölötte. 7 meg 9 az nem más, mint 16. Úgyhogy leírjuk a 6-ost, és átvisszük az 1-et. És most már az a 10-eseknél van, tehát ez ugye egy 10-es jelen. Tehát van egy 10 forintosunk, meg 4 10 forintosunk. Az 5 10 forintos. 5 10 forintos, és 6 1 forintos. Az 56. Nézzünk egy kicsit nehezebb problémákat. Na, ha tekerjem le a táblát, hogy legyen egy kis helyünk, mert az mindig nagyon fontos, hogy legyen egy kis helyünk, ahol dolgozhatunk. Mert mindig szükség van rá. Nézzünk valami igazán nehézet, mondjuk 99 és 88. Na, ez egy kemény dió. Na, csak részére kell bontani ezt a problémát, és meglátod, hogy végére fogunk tudni járni. Mennyi ugye a 9 meg 8? Mennyi a 98? Az ugye, az 17. Ezt már itt felírtuk. 9 meg 8, az 17. Úgyhogy most ezt ide leírjunk. Leírjuk a 7-est. És átvisszük az 1-est. Ugye van 1 meg 9, ami nem más, mint 10. 10 meg 8, az 18. Na, ez már érdekes, ugye van egy 18-unk. Le akarnánk írni ezt a 18-ot, leírjuk a 8-ast, úgy oda. És ide oldalra is leírom. 1, 9 és 8, az ugye egyenlő 18-an. Leírtuk a 8-at. És megmaradt az 1-es, oda felírjuk, és most már a százasok helyére írtuk. Az ott az 1-esek, a 10-esek, és ez már a százasok helye, a százas helyi érték. De ezen nincsen már semmi más. Úgyhogy az 1-es oda lepottyam. És odaírjuk le a 18-at. Tehát a 98 és a 88 összege az 187. Na nézzünk még egy-két példát. Látod, mindegyik ugyanarra alapul. Lehet két tízjegyű számot is akár összeadni így. Mindaddig, ameddig figyelünk arra, hogy átvigyük az egyeseket. Na, váltsunk egy kis szint. Csináljunk egy-két háromjegyű számot. Sőt, inkább négyjegyű számot. Ne szórakozzunk most már. Csináljunk egy négyjegyű számot. Nézzük, 4368. 4368, az hozzáadunk 572-t. Na, most nézzük, mit fog történni. Ide fogom leírni a részleteket jobb oldalra. 8 meg 2, ugye ez nem más, mint 10. Előveheted a számegyenes, hogyha akarod, de 8 meg 2 az egyenlő 10, leírjuk a nullát, és átvisszük az 1-est. Na, most már 10-eseknél tartunk. Ugye van egy 1-szer 10-esünk, 6 10-esünk és 7 10-esünk egymás alatt. Egy 10 forintos, meg 6 10 forintos, az helyét 10 forintos. 7 10 forintos, meg még egy 7 10 forintos, az összesen 14. Leírjuk 1, meg 6, meg 7. Egyenlő, ugye az 7, 7 meg 7, az 14. Az ugye 14 lesz, leírjuk a 4-et, átírjuk az 1-est. Akkor most nézzük a százasok helyét. Most nézzük rózsaszínnel. Van egyszer egy 1-esünk, meg 3-asunk. Már a százasoknál tartunk, ugye? És hozzáadunk még 5-öt. Tehát 1 meg 3 meg 5. Ugye 1 meg 3 az mennyi? Az ugye 4. 1 meg 3 az 4.
meg 5, az összesen 9. Leírjuk a 9-est, és nincsen semmi, amit átvihetnénk, hiszen a 9-es az egy egyjegyű szám. Nem volt egy másik jegy, egy 10-es, amit átvigyünk a 4-es fölé. És most átmegyünk az 1000-es helyi értékre. Itt nem kell összeadnunk semmit, mert hát csak egy számunk van, úgyhogy veszük ezt a 4000-et. Látod ezt a 4-et, ez ugye 4000-et jelent, mert ez már a negyedik számjegy jobbról nézve. Úgyhogy ezt a 4000-et fogjuk és leírjuk változatlanul. Így 4-es. Úgyhogy a 4368-hoz 572-t hozzáadunk, akkor 4000, oda teszünk egy veszőt, hogy jobban olvasható legyen, 4940-et kapunk.